Üdvözlöm a stúdióban, jó estét kívánok! Kezicsókolom, jó estét kívánok a Hír TV nézőinek! Menjünk egy kicsit vissza az időben. Ugye még az előző országgyűlési ciklus idején a Mentelmi Bizottság jelentésében megállapította, hogy Simon Gábor jogtalanul vette fel a képviselői jövedelmét, mert hogy hamis vagyonnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatokat adott be. Önök most levették ezt a napirendről, vagy legalábbis nem került az új Mentelmi Bizottság napirendjére. Miért? Nem vettük le a napirendről, és nem arról van szó, hogy nem került a Mentelmi Bizottságnak a napirendjére. Én a 8/2014 február 18-as úgyi országgyűlési határozatból indulnék ki, hogy a tisztelt nézők is megértsék a tényállást. Ugye az országgyűlés az összeférhetetlenséget és a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség megsértését nem állapította meg, azon az ominózus február 13-i ülésnapon, amikor ezt az országgyűlési határozatot meghozta. Annak ellenére... Mit nem állapított meg? A vagyonnyilatkozati... A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megsértését nem állapította meg, és nem állapította meg az összeférhetetlenséget. Annak ellenére nem állapította meg, hogy a MOB, azaz a Mentelmi és Összeférhetetlenségi Bizottság ezt javasolta. Milyen kötelezettséget rót akkor az országgyűlés ezzel a 8/2014-es határozattal a bizottságra, mármint a MOB-ra, a Mentelmi és Összeférhetetlenségi Bizottságra? Most itt az előzőről beszélünk még. Így van, ugye? Még az előző ciklus végéről beszélünk. Ez ugyanis 2014. február 13-i ülés volt, és amikor a Magyar Közlönyben jelent meg, ez volt február 18-a, ezért az országgyűlési határozatnak február 18-a a kelt. De bocsássa meg, Rubovszky úrral konkrétan itt néhány hónappal ezelőtt tavasz végén beszélgettem arról, hogy a Mentelmi Bizottság még tavasszal megállapította, hogy hamis vagyonnyilatkozatokat adott be Simon Gábor. Az Országgyűlés Mentelmi Bizottság ugye korábban felkérte a Pécsi Tudományi Egyetem polgári jogi tanszékének, vagy kikérte a véleményét, és ebben az állásfoglalásban több jogcímen is azt látjuk, vagy több jogcímet is felsorol az állásfoglalás, miszerint vissza lehet követelni Simontól a képviselői jövedelmet. Tehát az, hogy a bizottság nem kíván ezzel foglalkozni, vagy nem kívánja tárgyalni, azt jelenti, hogy ezt a bizonyos 36 millió forintot nem is akarják visszakövetelni? Nem, szó sincs erről. Hanem. És arról sincs szó, hogy a bizottság nem akarná tárgyalni. Ezért mondtam, hogy van a 8/2014-es országgyűlési határozat, ami előtt maga a bizottság, még az előző ciklusban előterjesztette egy olyan indítványt, hogy az összeférhetetlenségét Simon Gábornak és a vagyonnyilatkozati tétel megsértését állapítsa meg. Ez nem történt meg. Térjünk rá a lényegre, csak azért, térjünk rá a lényegre, azért kell gyorsan mondom. Milyen kérdéseket tett föl akkor a határozatában a bizottság? Azt én nem tudom, én azt a kérdést tenném föl, hogy... De ez kulcsfontosságú a kérdésben, ezért kell megérteni. Bizottság tárja fel, hogy Simon Gábor eltitkolt 100 millió, hogy származhattak-e legális bevallott jövedelemből. Erre a MOB-nak, a bizottságnak a megállapítása az volt, hogy a vagyonnyilatkozatokat megvizsgálták, és nincs arra adat, hogy Simon Gábor eltitkolt 100 milliói legálisak vagy bevallottak lennének. Következő második kérdés az volt. Bizottság vizsgálja meg, hogy az eltitkolt 100 milliók összefüggésben állhatnak-e Simon Gábor országgyűlési képviselő, illetve MSZP elnök helyettesi tisztségével. MOB megvizsgálta, bizonyítani nem tudja, de gyanúja fennáll, ezt nyilatkozta, hogy eltitkolták ezeket a pénzeket. Elnök úr, nagyon pici időnk van, és ami tényleg a nézőket érdekli, ugye, akik figyelemmel követték ezt az ügyet. Mi a módja annak, hogy ez a pénz, tehát ez a 36 millió forint visszakövetelhető legyen? Kinek van erre hatásköre és mikor? Erre a bizottsági határozatra 2014. március 31-ig kellett egy tájékoztató jelentést. Ez a tájékoztató jelentés megtörtént. Ennek a tájékoztató jelentésnek volt az a része, hogy maga a bizottság felkérte a Pécsi Jogi Egyetemnek az Állam és Jogtudományi Karát, aki készítettek egy szakértői véleményt. Ez a szakértői vélemény azonban titkos, ezért ebből részleteket én most nem tudok mondani. Valóban vannak hasonló megoldások. A véleménynek a részleteiről beszélgettünk, ugye Rubovszky elnök úrral korábban. Igen, de a szakértői vélemény utolsó záradéka az, hogy titkos. A szakértői véleményből annyit lehet elmondani, hogy vannak közjogi kötelezettségek. A közjogi kötelezettségek azok természetesen
az országgyűlési képviselő mandátumáig álltak fönn, azt követően, hogy lemondott a mandátumáról, azt követően polgárjogi jogviszony áll fenn. A polgárjogi jogviszony keretében vannak különböző lehetőségek, akár... Tehát bíróságon lehet, ha jól tudom, visszakövetelni ezt a pénzt, hogy jól értem. De van olyan alkotmányjogi lehetőség is, hogy esetleges, és ezért erről nem lehet mondani, ez a része titkos a jelentésnek, hogy milyen mód van arra, hogy alkotmányjogilag is próbálja az országgyűlés, illetve hát az ország magyar állam ezt az összeget érvényesíteni. Biztos vagyok benne, hogy ennek részleteiről még borzasztó sokat fogunk beszélgetni. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy ennyi idő áll csak rendelkezésre. Folytatjuk mindenképpen. Köszönöm szépen.